egy zenei fesztivál, tehát este hétre lehet jönni és hajnalig hallgatni a jobbnál jobb zenekarokat. De az apropója az, hogy hogyan tudjuk a többségi társadalom képviselőit és a kisebbséget valahogy egy platformra hozni. És ez a közös platform nem lett más eddigi tapasztalataim szerint, mint a kultúra. Általában az egyetem és emberi kultúrtörténelme arról híres, hogy kikaparjuk egymás szemét, tehát akkor egymás zenét hallgatjuk, egymás individuális önkifejeződésében oldódunk föl, akkor azt látjuk, hogy létrejön az a hőnállított harmónia. Azt gondolom, hogy erre most ebben az országban nagyon nagy szükség van. Hát örömmel csatlakoztam én is ehhez az egész bandához. Több generációnak kell eltelnie ahhoz, hogy a tolerancia, az együttélés, ezek a nagyon fontos és most már lassan közhelyes és lejáratottá váló fogalmak valamilyen úton módon megvijenek a fejekbe. Oktatásügyi kérdés, családügyi kérdés, munkaügyi kérdés, nem a büntetőjognak és a kriminalisztikának a kérdése, hogy ezt mostanában nagy örömmel megfogalmazzák különböző szélsőséges orgánumok. A fantasztikus magyar kultúra, amire nagyon büszkék vagyunk, az elmúlt 2000 esztendőben nagyon sok népnek az együtt éléséből csiszolódott ki. Ez lett az, amitől mi olyan fantasztikusak tudunk lenni a nagyvilágban, ez az a kárpát-medencei unikum, amit mindenhol örömmel fogadnak és örömmel hallgatnak. A koncertterem az egy ilyen kultikus hely, ahol annak a mitosznak lehet örülni, hogy milyen sokszínűek és milyen érdekesek és milyen álomszerűek vagyunk ezen a planétán. Azoknak szól, akik aztán saját kis közösségükben egy fontos dolgot terjeszteni tudnak. Ilyen apróságok fogják majd összetenni azt a kritikus tömeget, ami majd el tud mozdítani egy közhangulatot a pozitív irányba. Ez egy pozitív ügy, egy pozitív energiát sugároz. Nagyon-nagyon örülnék annak, hogy ez nem csak Budapesten lenne, hanem az érintett és leszakadó régió kistérségek is megkapnák ezt a fajta pozitív impulzust, azáltal, hogy általuk ismert vagy kedvelt művészek összeállnak és valami közös dolgot kitalálnak.